Sziasztok! Ez a Pergamon Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban olyan könyveket fogok ajánlani, amik hasonlóak az alkonyathoz, szóval, hogyha szeretitek az alkonyatot, akkor ezeket is szeretni fogjátok. Kezdjük ott, hogy mi is az az alkonyat? Itt van az összes része, most visszafelé fog történni a mutogatásuk. De hogy ugye, ez az a tini vampíros sztori, amiért nagyon-nagyon-nagyon sok ember oda volt, annó 2000 körül, és én ezen is nőttem fel, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy csinálják egy olyan videót, hogy 10 ok, amiért érdemes elolvasni az alkonyatot, de valahogy azt érzem, hogy olyan elítélés van most már ezzel a sorozattal kapcsolatban, amit nem fogok tudni legyőzni ezzel a 10 okos videóval, és inkább megosztó lesz az a videó, mint egy pozitív, motivációs videó arra, hogy olvassátok el az alkonyatot, mert én nem mondom, hogy olvassátok el az alkonyatot, mivel ez egy tini regény. Én ezt általános iskolában olvastam, és én akkor imádtam. És újra fogom majd olvasni, mostanában egyre inkább érlelődik bennem ez, de biztos, hogy már sokkal inkább látom majd a hibáit, és én tényleg azt gondolom, hogy ez a könyv arra jó, hogy megszerettesse velünk az olvasást, és nem pedig arra, hogy hatalmas dolgokat tanuljunk belőle, és hogy ez alapján kitaláljuk, hogy milyen egy jó párkapcsolat, mert nem ez a jó párkapcsolat, ami ezekben a könyvekben van. De ettől függetlenül még lehetnek pozitív hatásai, mint például a vampír kultusznak ez az új generációja, ami elindult ezekkel a könyvekkel. Mögöttem ez itt a vámpíros polcom, amit már párszor mutattam nektek, itt van még a többi Stephenie Meyer kötet, meg az alkonyathoz kapcsolódó kötet, és láthatjátok, hogy eléggé kiürült, itt van még egy idézet az alkonyatból, és egy Cullen családos gyertya, de hogy azért ürült ki, mert leginkább ott tartom azon a polcon azokat a könyveket, amik hasonlóak az alkonyathoz, vámpírosak, vagy valamiért kapcsolódik nekem az alkonyat időszakomhoz. Nem nagyon szeretnék olyan kommenteket, hogy mennyire szar az alkonyat, mert elhiszem, hogy valakinek szar, de fogadjuk el egymás gondolkodásmódját, ha valakinek tetszik, vagy sokat adott neki, hát akkor az csak jó. És hogyha vannak még ilyen alkonyaton felnőtt, alkonyat őrült emberek, mint én, akkor azoknak tudom ajánlani ezeket a köteteket, ezek már lehet, hogy modernebbek, nem mindegyik, de van amelyek, és nem mindegyik vámpíros, de a legtöbb az, úgyhogy most ez alapján fogok ajánlani nektek. Kettő olyat ajánlanék először, ami nincs most itt nekem. Az egyik az Obsidian sorozat. Na, kapásból nem vámpíros sztori, hanem űrlényes. Viszont van egy videóm arról, hogy az Obsidian olyan, mint az alkonyat, csak jobb. Érdemes megnézni, mert nagyon érződik az, hogy az írónő az alkonyat időszakban ebből a sorozatból inspirálódott. Mert a legeleje, de csak az első rész, az nagyon hasonlít nekem az alkonyatban, szituációkban, karakterekben, ilyesmikben, de teljesen másfelé megy el a sztori. Ez is egy nagyon-nagyon jó, vörös, pöttyös, tini történet, tini fantasy. A másik pedig a vámpírnaplók, amit én soha nem szereztem meg saját példánként a polcomra, viszont olvastam az első 4 részt, és a sorozatot is láttam valameddig, de nem tudom, hogy meddig. Az biztos, hogy hasonló az alkonyathoz, mivel ott is van szerelmi háromszög 2 vámpírral és 1 lányjal, és hát sok mindenben hasonlít, de azért mégis nagyon más, úgyhogy ezért érdemes azt is elolvasni, vagy megnézni. A következő ebből az időszakomból az az Evernight sorozat, amit tipikusan alkonyat szerető embereknek írtak szerintem. Ez 4 részből áll és egy kiegészítő kötetből, és az a lényege, hogy itt egy vámpír akadémiát látunk, ahol van egy lány, aki nem tudja, azt hiszem nem tudja, hogy milyen lények között van egy darabig, de aztán kiderül, hogy természetesen ő oda tartozik valamilyen oknál fogva, és az a lényeg, hogy lesz egy barátja, és lesznek itt vámpíros dolgok is, de másféle lények is vannak ebben a sorozatban, szóval egy nagyon jó sulis sztori a különböző lényekről, fantasy, romantikus, vöröspöttyös, úgyhogy mindenképpen hasonló az alkonyathoz, és érdemes elolvasni. A következő a Hívj be, ez is vámpíros sztori, viszont ez nagyon horror. Szóval ez azért hard selection, szóval nem vöröspöttyös kategória. Ezt én filmben láttam, és utána elolvastam, és nagyon beteg, és itt egy kislány, aki vámpír, és egy kisfiú fogja őt felfedezni, és barátok lesznek, és akkor mindenféle
gyilkolászás van a történetben, amit ki kell nyomozni, úgyhogy elég durva, ezt felnőtteknek ajánlanám mindenképpen. A másik vampíros sztori, amit nem hagyhatok ki, az az Inni és élni hagyni, vagyis a True Blood, amit én sorozatban néztem végig, most másodjára, nem olyan régen, majd erről egy másik videóban lesz szó. Ennek csak egy része van meg nekem, mert annyira ugyanaz volt, mint a sorozat, hogy untam olvasni emiatt. Hamarabb kellett volna elolvasnom, mert egyébként jó élmény volt olvasni, és kacérkodom a gondolattal, hogy tovább olvasom, csak az a baj, hogy nem bírom kivárni azt a könyvet, aminél elágazik a történet a sorozatból, és mivel most újra néztem, így megint élénken a fejemben van, hogy mi fog történni benne. Viszont szerintem nagyon szépek ezek a könyvek, nekem nagyon-nagyon tetszik az összesnek a borítója. Nagyon-nagyon vámpíros, és hát itt ez már egy felnőtt vámpíros fantasy, szóval itt van nagyon-nagyon-nagyon sok durva dolog. Én azért szeretem a True Bloodot, mert bár túl fiatalon kezdtem el nézni, de minden tabu téma benne van, amit csak el tudok képzelni körülbelül. Itt is van szerelmi háromszög, vannak más lények is, elég sokféle, úgyhogy ezért érdemes elolvasni. A következő Stephenie Meyer-től a Burok. Ezt csak azért tudom az Alkonyathoz kapcsolni, mert Stephenie Meyer az írója. Ez egy sci-fi, és ez az első kötete az írónőnek. Na most azért ajánlanám nektek, mert amikor én elolvastam az Alkonyatot, hatalmas, őrült rajongó voltam, de amikor elolvastam a Burok című könyvet, akkor azt mondtam, hogy ez jobb, mint az Alkonyat. És hogy miért nem kapták ezt fel? Érettebbeknek való már, mint az Alkonyat, tehát egy picit durvább, itt is űrlényeket látunk, lelkeket, akik lejönnek a földre és átveszik a hatalmat az emberek felett, és azt a kis csoportot, meg azt a néhány embert látjuk, akik túlélik ezt a lélekbeültetést, mert őket nem tudták elkapni, és itt Melanie-t látjuk, mint főszereplőt, akibe beleültetik Vandát, a lelket, és őket együtt látjuk. Ez nem akkor a nagy spoiler, már elég régi a könyv, mennyit talán elmondhatok. Tehát őket látjuk, amint próbálnak túlélni. Az egyik az egyik oldalt képviseli, a másik a másikat, de mivel ugyanabban a testben vannak, ezért elég izgalmas dolgok valósulnak meg. Időt kell hagyni a könyvnek, mert az eleje nagyon lassan indul be, és az emberek kezdik feladni, hogy semmit nem értenek, és hogy mi ez, de nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, nagyon sok szerelmi szál van benne, nagyon-nagyon különleges, világvége hangulatú, irtózatosan jó történet. Mielőtt rátérnék az utolsó két könyvre, hogy említsek még meg párat, például van egy Vámpíréség nevű könyv, amit én olvastam annó, amikor alkonyatlázban égtem. Ez azt hiszem, hogy erotikus, felnőtt, 18 pluszos kötet. Itt egy vampír lány és egy vérfarkas fiú áll a középpontban, és az, hogy ők nem lehetnek együtt. És nagyon sok ilyen vámpíros történet van ennek a sorozatnak a részeként. Ez az első rész, és még nagyon sok más rész is van, de azt hiszem nem kapcsolódnak össze a részek, hanem külön lehet őket olvasni. Már nem emlékszem, hogy ebből olvastam el többet, de mostanában ezzel is kacérkodom, hogy mi lenne, ha ebből olvasni kell több részt, mert nagyon szerettem az írónőt, nagyon különleges világot teremtett, és rengeteg ilyen könyvet olvastam abban az időben, úgyhogy ezért érdekes lehet. A másik pedig a Shiver, ami igazából egy vérfarkasos történet, de ez is nagyon kapcsolódik ehhez az időszakomhoz. És ennek az a lényege, hogy azt hiszem a lány az egy ember, a fiú egy farkas, és akkor így jönnek a problémák, hogy miért nem lehetnek együtt, meg milyen problémáik vannak. Én nem szerettem soha a vérfarkasokat, de a vámpírokkal valahogy együtt járnak a történetekben, és igazából nem bántam meg, hogy elolvastam, mert ez egy nagyon kedves kis vérfarkasos történet lett nekem, úgyhogy vörös pöttyösként ezt is tudom ajánlani. És hát annyi mindent tudnék még idehozni, például csak egyikként említsük meg a Drakulát. Nem olvastam egészen egyetemig, ott akkor megkaptam a szülnapomra és elolvastam. Nem nagyon tetszett, mármint hogy maga a történet tök jó volt, meg úgy kezeltem, hogy ez egy klasszikus, amit azért nem olyan könnyű olvasni, nagyon nehezen olvastam valamiért, és maga a történet amúgy teljesen rendben volt, ennyit vártam a vámpíros résztől, de nem tudom, valahogy az írásmódja annyira nem jött be Bram Stokernek, hogy egyszerűen nagyon nem volt velem kompatibilis. Sok mindenképpen megfordul az, hogy mi lenne, ha elolvasnám a Draculát, ha már úgyis szeretem a vámpíros történeteket is, ez az etalon, meg az első. Érdemes, hogyha úgy álltok neki,
hogy tudjátok, hogy mit várhattok ettől a könyvtől, és nem egy ifjúsági fantazit fogtok kapni, mert ez nem az. Vagy még itt van az interjú a vámpírral, amit én elkezdtem olvasni, ezen felpusztulva, hogy én bármilyen vámpíros sztorit elolvasok, de ez általános iskolában volt, és nekem akkor nehéz volt a nyelvezete Anna Rice sorozatának, úgyhogy ezért nem olvastam el soha, pedig szerettem belőle a filmet. Pedig az is egy nagyon-nagyon jó vámpíros történet, sőt, az is már szinte klasszikus történet, és szerintem nagyon jól mutatja be ezt az egészet, és tényleg élvezhető, azon is gondolkodom, hogy egyszer majd elolvasom még, mert az sem hagyható ki, és annyi, de annyi van még. Megemlíteném még az Evermore-t, Mindörökké sorozatot, ami szintén az Alkonyat Láz idején jött ki, és nekem csak az első rész van meg, mert nekem nem tetszett, leraktam, és nem olvastam tovább. Ez azért van, mert talán nagyon hasonlított minden ilyen gimis történetre, amiben van egy titokzatos fiú, és ha jól tudom, ebben is vámpír a fiú. Mivel az a sorozat neve, hogy Halhatatlanok, hát gondolom, de már semmire nem emlékszem ebből a könyvből sajnos. Azt viszont tudom, hogy nagyon sokan szerették ebben az időben, mint Alkonyat utáni ilyen kis pótlás, fantasy, gimis történet, romantikus, úgyhogy biztos, hogy ez is ugyanaz a kaptafa, mint a többi könyv. Szerintem még rengeteg olyan vámpíros, gimis, különböző fantasztikus, lényes történetet olvastam, ami romantikus volt, aztán erotikus volt, de mindet nem akarom felsorolni, nem is biztos, hogy mind ugyanolyan értékes, csak az én emlékeim szépítik meg ezeket az olvasásokat, mert ekkor kaptam rá úgy igazán az olvasás ízére, úgyhogy jöjjenek azok, amiket most olvastam. Nem lesz ez sem meglepetés, a sóvárgás vonzódás párost ajánlanám, amikből még lesz majd egy rész, vagy még több. Aha, nem csak trilógia lesz szerintem. Ez egy most megjelent sorozat, és nagyon gyorsan jönnek ki a részek, és azért ajánlanám, mert főleg az első rész nagyon jól kifigurázza ezeket a tipikus, gimis, fantasztikus történeteket, nevet saját magán, behozza azokat, amikből inspirálódott az írónő, és szerintem nagyon jól találja azt, hogy megint egy ugyanolyan szituációban vagyunk, egy olyan gimibe keveredik a lány, ahol vannak mindenféle lények, de ő nem tud ezekről, és ő embernek gondolja magát, de már az elején, a legelején gondoltam, hogy azért valami köze csak lesz ez a világhoz, hogyha mindezt az iskolát az ő rokona vezeti, és hát egy romantikus történet is természetesen, és nem csak vámpírok vannak ezekben a történetekben, hanem többek között olyan lények is, amik nem szoktak szerepelni vámpíros sztorikban, szóval ezért is érdemes volt elolvasni. Nagyon-nagyon vicces volt mind a két rész, nagyon élveztem mind a két részt, a második részben már itt bejön az a bizonyos szerelmi kavarodás, ami minden fantasztikus, romantikus, ifjúsági történetben bejön. Abszolút ifjúsági, úgyhogy tudom ajánlani fiatalabbaknak is, de idősebbek is tudnak rajta jókat nevetni. Az utolsó pedig a Vérből és Hangból, amit most olvastam el, van róla egy külön videó. Nem tudtam, hogy mit várjak ettől a könyvtől. Azért én, aki hatalmas fantasy és főleg vámpíros fantasy rajongó vagyok is, úgy érzem, hogy már kimaxolták ezt a témát. Semmi újat nem tudnak nekem mondani. De ez a könyv azért mégis hozott meglepetéseket, főleg azzal, hogy ebben vámpírok nagyon sokáig nincsenek. Szóval van itt egy nagyon különleges rendszer, és látjuk a főszereplőt, a Szűzet, aki nagyon sok mindent át kell, hogy éljen, és szépen lassan bontakozik ki előtte, hogy miben is él ő, és mivel ez egy zafírpöttyös könyv, így ez felnőtteknek ajánlott, mert vannak benne erotikus részek, és az elején, sőt, a könyv háromnegyedéig, vagy feléig biztos, hogy nincs benne semmilyen lényekről szó, csak az ellenségről, akik nem vámpírok, sokkal erőteljesebb és fontosabb információk derülnek ki a végére, és már senkit nem érdekel, hogy most itt vannak vámpírok, vagy nincsenek, meg ki az, meg ki nem. Már csak adalékanyag az, hogy egyébként vannak-e vámpírok, meg hogy milyen lények vannak. Nem ez a fő téma, nem ez a fő probléma. Illik is, meg nem is a listába. Nagyon-nagyon szerettem, mindenképpen tudom ajánlani. Talán a legfőbbeket említettem, és tényleg bármelyiket szívesen ajánlom nektek, hogyha erre van éppen igényetek, mert ezek kikapcsolnak. Jó olyan problémákkal foglalkozni, hogy úha, kit fogunk megenni, kinek szívjuk ki a vérét, lehetünk együtt úgy, hogy én vámpír vagyok, te meg ember, meg ilyeneken. Amikor ki akarunk egy kicsit kapcsolódni, szerintem ez a titka ezeknek a történeteknek. Úgyhogy
én nem tudom elítélni azt, hogy az emberek azért, hogy kikapcsolódjanak, olvasnak mindenfélét, a legbugyutább történeteket is. Olvassátok! A lényeg az, hogy olvassunk és jól érezzük magunkat, és adjon valami pluszt, valami pozitívumot a könyv. Egyébként érdekelne, hogy mi az, amit nem említettem, és amit ti szerettek, és vámpiros, vagy valamiért kapcsolódik nektek az alkonyathoz. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! One more word and you won't survive.